Hazánk környezeti állapota lehetővé teszi, hogy a madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet. Az etetés nagy könnyebbséget és biztonságot jelent a környék madarainak, már ha valóban megérkeznek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez számos kérdés érkezett az elmúlt két hétben azzal kapcsolatban, hogy miért nincsenek madarak az etetőkön. A jelenség hátterében a madárvonulás, illetve az Európa északi és középső régióiban tapasztalható enyhe, hómentes időjárás együttes hatása áll. Valóban a vonuláshoz is köze van, hiszen ugye november végén, decemberben a mi madaraink, a rovarevők azok már elmentek Magyarországról, és az északi telelőhelyekről még most csordogálnak lefelé a rövidtávú vonulók, tehát azok, amelyek a telet majd nálunk töltik. Valószínűleg náluk még nincsen annyira hideg, nincs annyira havas idő, hogy leszoruljanak, tehát ott is még találnak bőven táplálékot. Általában azért már találkoztam természetesen fenyődigó csapatokkal, süvöltővel, a királykák is már megérkeztek, de nagyobb tömegekbe csak akkor fognak jönni, hogyha az időjárás annyira bekeményedik, hogy az eredeti élőhelyeiken nem találják meg a megfelelő életteret, tehát többek között a táplálékot is. Tehát most mondhatnánk, hogy ilyen vákumban vagyunk, a mi madaraink azok már délebre húzódtak, az északiak pedig még csak kevés számban érkeztek meg, de nem kell aggódni, mert azért előbb-utóbb ők is megjönnek. Köztudott, hogy télen nem minden madarunk vonul melegebb tájakra, számos faj itthon marad. Az már kevésbé közismert, hogy a tőlünk északabbra fekvő, mostohább téli klímájú területek madarai számára sok esetben Magyarország jelenti a telelő területet. Hazánk környezeti állapota lehetővé teszi, hogy a madarak emberi segítség nélkül is átvészeljék a telet. A szakember az etetés mellett az itatást tartja fontosnak. Mindenki úgy gondolja, hogy etetés nélkül elpusztulnak ezek a madarak, hát ez nem így van. Több száz évig megvoltak nélkülünk is, és szépen virulnak, és főleg a színegék azok tényleg bőven vannak, sőt még urbanizálódtak, városiasodtak is, tehát nem csak a természetes faodvakat foglalják el, nem csak a mesterséges udut, amit kiteszünk nekik, hanem akár még a postaládába is beköltenek. Ők megtalálják kint az ennivalójukat, viszont az itatás az nagyon fontos. Nyáron azért, mert ugye nagy hőség van, nincsen víz, télen viszont főleg a száraz hideg van, most elég csapadékos volt az őszünk, de ugye egyébként nagyon nehezen találnak innivalót, hiszen befagy minden víz. És ha valaki az etető alá tesz egy kis tálkát, mondjuk egy cserépalátétet, és naponta a befagyott vizet langyosra cseréli, akkor meglátja, hogy szinte jobban vonzhatjuk a madarakat, mint hogyha az etetőt adnánk állandóan tele. Tehát én láttam már mínusz 8-10 fokban is fürdő fekete rigókat, akik nagyon élvezték azt, hogy végre találtak innivalót és fürdési lehetőséget. A madáretetés szezonja november közepén a tartós fagyokkal kezdődik. Madáretető kihelyezésével, zsírban és tápanyagban gazdag eleség biztosításával segíthetünk a legjobban. A madáretetés a felhasználható eleségek és a felkínálás módjának sokfélesége miatt rendkívül összetett tevékenység. Február végén, március elején azonban abba kell hagyni az etetést, mert a fiókáknak már nem olajos magvakra lesz szüksége, hanem fehérjében és kitinben gazdag rovarokra, tanácsolja a szakember.